Gömöri András Máté van itt velünk, aki élete talán egyik legnehezebb szerepét kapta meg, ugyanis 24 évesen mostohaapa lett, de nagyon élvezi, köszöntünk itt nálunk. Jó reggelt, sziasztok, hello. Hát ezt nem sokan mondhatják el magukról, és nagyon becsületes, hogy 20 éves korod ellenére, amikor az emberek úgy menekülni szoktak, vagy a férfiak legalábbis ettől a helyzettől, de azt mondtad, hogy igen, így, ahogy van, bevállalod a kis családot. Te tapasztalatban mondod ezt, hogy menekülni szoktak a férfiak? Hát itt van Máté is. Köszönöm szépen. Köszönöm, Krisztián, de tényleg. Százból egy ilyen van, mint a Máté. Én megpróbáltam ilyet egyébként. Általánosítások. Nem, igazság szerint nagyon sok minden máshogy történt az életemben, mint ahogy mondjuk 10-ből 9-szer hasonló korú srácoknál, vagy kortársaimnál, és ez hatással volt az életemre. Viszont az mindig is erős szerepet játszott, hogy családcentrikus vagyok, és úgy élem az életem, hogy nagyon fontos a család és a kötődés. Ugye te szűz vagy, mint tudjuk. Én szűz vagyok, és ezzel életem végéig tudok ezzel haknézni, ugyanis ez a csillagjegyem. Szűz és oroszlán aszcendenssel. Viszont amikor ez elkezdődött, és ebbe így belecsöppentem, akkor ez annyira természetesen sikerült ezt megélni, és annyira természetesen sikerül ebbe létezni, hogy nem jelent sem nehézséget, sem gondot. De minek köszönhető ez szerinted? Magának úgymond a párodnak, vagy igazából ennek az egésznek, felkészítette a párod a gyermekeit erre, vagy nem kellett, az első találkozás sikerül ilyenkor jól? Hát az olyankor ugye izgalmas, tehát ez nem tagadom, ott mindig mind a két oldal izgul. Hál' Istennek beszélgetett már a srácokkal a párom erről, hogy biztos meg fog ismerni valakit, és hogy most találkozott valakivel. Izgultam, amikor először meghallottam, hogy futnak a lábok felém, akkor úgy jó, sziasztok. Viszont várakozáson felül jól sikerült ez a találkozás, és hál' Istennek azóta is sikerül minden szinten jól organizálni ezt a létezést. De az már eleve szuper, ha azt hallottad, hogy futnak feléd. Tehát azért szokott olyan lenni. Kíváncsiság volt, igen. Igen, és azért mondjuk el a nézőnek, hogy ugye Máté párja Poyák Lilla, aki ugye legutóbb a Sztárban, és egyébként nagyon sokszor itt van mellettem. Tegnap például itt volt. Így van. És már el is menekült, hogy jöttél, ugye? Igen, meghallotta, hogy jövök. Igen. Mióta egy éve vagytok, ugye, együtt? Igen, lassan egy éve. És szinte azonnal összeköltöztetek, vagy volt bennetek azért egy ilyen kis finom várakozás? Ez azt szoktuk mondani, hogy ez nem a mi döntésünk volt. Tehát, ott vettük észre, hogy probléma van, amikor éppen közösen dolgoztunk egy előadásban, és a gyerekektől nem akartunk időt elvenni, hogy amikor velük tud lenni, akkor legyen vele, a munkánkat az meg kell csinálni, az 10-kor végzünk, és utána az volt, hogy akkor ilyen 11 körül találkoztunk, és mindig egy időcsapdába keveredtünk, és egyszer csak hajnal 4 volt. Viszont reggel 10-től megint énekelni kellett, és ugye a hangnak, meg testnek, meg pihenés kell, stb. És azt vettük észre, hogy nem jó, hogyha az éjszakákat átutazgatjuk keresztül a városon, úgyhogy ez volt a legkézenfekvőbb megoldás, és hát egy hónapon belül már össze is költöztünk. Oké, az attól függetlenül, hogy mondjuk fiatal vagy, azért ehhez az egészhez fel kell tudni nőni, legalábbis legbelül, ugye, mert nem azt mondom, hogy valakinek mondjuk koravérnek kell lenni, vagy éretnek kell lenni, de ugye a Lilla esetben ugye idősebb, valamint kapták két gyermeket is. Ezen mondjuk morfondíroztál sokáig? Kellett ezen mondjuk gondolkodnod? Mert amikor téged már bemutatnak a gyermekeknek, akkor az egyfajta már felelősség is. Igen. Onnantól kezdve beléptél az ő életükbe és az ő világukba, onnantól kezdve te valamilyen helyet, valamilyen pozíciót betöltesz velük kapcsolatban és az ő életükbe. Nem volt ez kérdés igazság szerint bennem. Gyerekkorom óta, illetve nagyon kicsi korom óta foglalkozom a többi gyerekkel, majd később, amikor nagyobb lettem, akkor dolgoztam Mikulás vonaton, dolgoztam óvodában, sok helyen, és nem volt ez probléma számomra. Az élet az úgy hozta ezeket a kártyákat, hogy csak el kellett tudni fogadni, és én megnyitott voltam arra, hogy ezeket a lapokat elfogadjam. Ha jól tudjuk, egyébként a te mostoha anyukádnak is, de olyan csúnya ez a szó, ne is mondjuk ezt, hogy mostoha anya, nem én szeretem. Én se szeretem annyira. Nem szeretem. Nevelő anyuka. Az se szép. Még az is jobb, hogy... Második anyuka. Valami ilyesmi, igen. Szóval, hogy neki 7 gyereke volt? Neki az öccsének, ők hárman voltak testvérek, neki az öccsének van 7 csodálatos gyereke, és a legidősebb srác, a Marci, velem egy idős, és mi ugye itt sorrendben lefelé vigyáztunk a kicsikre, jártunk. Persze, tehát mentünk, mi voltunk elől a masinista, és akkor mentünk a gyerekekért, óvi, fagyizó, iskola, gyere el, megyünk versenyre, versmondó, gyere táncolni, és hát ezeket mindig le kellett szervezni, és hát a legnagyobb fiúkra számítottak ugye ilyenkor a családba. Oké, de mondjuk Búcsó és Zsomborral mondjuk programoztok. Milyen közös programok vannak, amit mondjuk szívesen csináltok együtt?
Hát Istennek mind a ketten mozgékonyak, meg aktívak, és én nagyon a sportos életmódot részesítem előnyben, és bármi, tehát inkább mondják azt, hogy mászunk fel a sziklára háromszor, és inkább még éjfélkor is kint fereggünk, és menjünk, és járjunk erdőt, és induljunk el, mint hogy az Xboxot nyomogatják. Leginkább mostanában falat mászni szoktunk, vagy túrázni az erdőben. Most volt egy túlélő túra, amire elindultunk, és hát hajnal 4-kor azt úgy annyira nem éreztem, hogy ez most kellemes. Viszont amikor feljött a nap, már nagyon élveztük. Leginkább ilyen kültéri programok, de és bármire most, tudom. Most, hogy mondjuk már pótapukaként mondjuk már vizsgáztál, nem vágysz egy saját gyermekre is a Lillával kapcsolatban? Hát ezt nem titkolom, ez így van. Tehát egy férfinak szerintem ez benne kell, hogy legyen a vérébe, a fejébe, hogy ez az életrendje. Szerintem lányotok lesz, én ahogy rád néztem. Biztos vagyok benne, én is ezt teszem. Mert te már látó vagy, most az előző. Te megkaptad az infót. Igen. De egyébként nagyon jó, mert rád felnézhetnek úgy, mint egy nagyobb, tehát egy érett férfire, de mégsem úgy, mint apukájukra, tehát teljesen ez más viszony így van, ez egy másik helyzet, ahogy mondod. Kritikusak veled mondjuk magán, mondjuk, hogyha a színpadon látnak, akár mondjuk most, ami következik vasárnap? Igen. Most hétvégén készülök egy estre, az a cím, hogy önállító est, ez tulajdonképpen egy utazás, Pestre mentem a címe. Igen, nagyon jó, kéne egyet csinálnom. Egy kis önfricskával, ez tulajdonképpen ennyi, hogy igen, persze, itt szoktuk mondani színházi berkeken belül, hogy ez egy újabb önállító est. De ez így van, itt barátaimmal fogunk beszélgetni olyan dolgokról, hogy indultunk el Miskolcról, mert Miskolcról egy csapat tini kitalálta, hogy na, akkor mi színészek leszünk Pesten. Hát és akkor néztek rám nagy szemmel, mert én egy villamosipari technikumban mondtam ezt, hogy én színész leszek, tényleg? És el is indultam, és érdekes és kacifántos és gubbancos út volt ez hosszasan. És hogy a gyerekek segítenek verset tanulni, szöveget tanulni, ez így van. És amikor elrontom, a legnagyobb örömmel csapnak rá, hogy az ott nem az! Mert hiszen én is szoktam velük tanulni, és én valamit valamiért elvet követem. Tehát, hogyha szeretnék egy új játék, vagy szeretnék egy új focilabdát, vagy egy új focicipőt, akkor jó, rendben, mellé kell tenni vagy a tanulmányi eredményt, vagy azt a sporteredményt, ami ezen a szinten elvárható. Mikor láthatunk téged akkor ezen az önállító esten? Ez szombat este 7 órakor lesz. A gyerekek ott lesznek? Azt hiszem, hogy most nem fognak tudni eljönni, mert ez késői kezdés lesz. Nagyon szépen köszönjük, drukkolunk, és sok sikert, és köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük.